napod, a mester. És most itt vagyunk a vasútállomáson. Mutatom. Pontosabban a vasútállomásnak a parkolójában. Várunk Vergnixre, ugyanis még nincsen itt. Aztán, mikor megérkezik, akkor megveszük a gyereket és elindulunk a vonatra. Úgy bizony, de az egy éve nem voltam már. Már hiányom van már. Már hát, alig vártam ezt a napot már. Elvonási tüneteim. Szóval igen, elindulunk a Play-re, aztán akkor majd még a vonaton jelentkezem szerintem. Na, sziasztok! Nos, hát elindultunk a vonaton, itt van velem Verginix, ő is megérkezett, és itt van Boda is. Vegyek ide, beugrott a vonat tetejére. James Bond. Igen, és hát odaérünk 10-20-ra, ugye? Wow, kb. Ja. Konkrétan ebben nézzük, hogy tudok érezni, hogy ma ott vagyunk. Ja, hát, majd 10 órás lesz a... Jó, rakjuk rá a másit, itt a csótó nézzük. Hát most nem fog benézni, mert... A nap. Igen, ott egy tó. Ami csótónak hívjuk. Csótav. Igen, csótó. Egyik tavaly, milyen egyik? Csak... Hát csak egy van, szóval, ja, egyik. Na, majd jelentkezek még, sziasztok! Podamesteri álmában röhög. De mi itt van a szeme is. A Budapester alszik! És amperkodik! Tűnjetek már innen! Egy köcsög! Ez a nyelvát hidegöző! Ez miért jó? Közel van Jézusom! Rudy by Tripper! Tripper, jó van! Jól érezzük magunkat az úton nagyon! Ezt úgy utálom, néve ezt elmesélem! Várjál! Mi meglátjuk egymást benne, vagy mi? Jó, elég. Na, mesélj, Boda, gyorsan. Ezt megállóban ilyen iszontosan öreg emberek. Így úgy üvöltöznek, hogy nem igaz. Így hihetetlen módon így kurdibálnak egymással. Biztos nem hallanak. És mindenféle ilyen politikai, meg mindenféle ilyen gazdaságtani helyzeti. Én itt megálltam. Bocs, ezt nem tudom tovább. Hát igen, az osztrák árfolyam az ilyen... Kóla. Meg izé, szemvics. Szemvics. Szóval nagyon rossz, nem menjetek Osztrákiába. Nagyon rossz, nem menjetek Osztrákiába. Osztrákiába. Hiába Osztrák. Na, majd még jelentkezünk, mikor beértünk Pestre. Ordibálj, légy szóval. Bejövünk a keletén. Mert a kamera nem veszi a hangot normálisan. Na, sziasztok! Megérkeztünk. Elérkeztünk a déli pályaudvarra, és most indulok a millenárishoz. Úgyhogy majd onnan jelentkezek. Sziasztok! Na, szóval megérkeztünk, és itt vagyunk. Itt van Krefi. Sziasztok! Egy Alex. Nekem is kedvenc. A köszön. Egy X. Gamer. Na, ugye az nem. Na mindegy, meg ő sajnos nem ismerem. Szóval itt vagyunk, és örülünk, hogy megérkeztünk. Bejutunk, akkor jelentkezünk. Sziasztok! Nos, itt vagyunk a pénztárnál, mindjárt megveszik a jegyeket, itt van a Vergnix. Na, szóval igen. Nem sokára bejutunk, Krefék már bementek. Fél ezt a katonát mondani. Hol? Ó, katona. Itt a helyen. Na, majd jelentkezünk be. Most sikerült bejutnunk, és rengetegen vannak. Hát
megmozdulni nem lehet, nem tudom valakit megkeresni. Jó van, majd találjunk valakit még. Szerintem most fölmegyünk. Nagyon durva, de tavaly ennyien abszolút nem voltak. Mutatok egy kis felsőt. Hát ennyi, nagyon durva. Most keresünk valami gémet szerintem, vagy nem tudom, azt majd jövünk még. Jó kis játékok voltak, de igazából a régi... És nagyon szeretnék, hogy szeretnétek az olvasóknak, mindenki számolom... Tép sorsolnak, vagy ilyen játék van. Teljes dolog voltak. Ezek a 1-2-3 4, mert ugye a város legyarokat írjuk, hogy ez probléma. A 1-2-3... GameStar hangja van ott most. 1-2-3... Na, megyek Bodáék után most vannak. Nos, kijöttünk egy picit levegőzni a szabadba, mert elég levegőtlen ott bent. Itt van velem Boda, Csó! Verginix. Hát mit kell mondani? Igazából nem valami jó ez. Ugye tavaly jobb. Hú, és fúj a szél, lehet, hogy nem hallani most a hangomat. Mert olyan hihetetlenül sokan vannak, hogy nem igaz. A 2,5 órát, nem viccelek, 2,5 órát álltunk sorba. Az utcán kacskaringozott a sor. Mikor beértünk, olyan hihetetlenül tömegnyomor volt ott benne, hogy komolyan mondom, klausztrofóbiám lett, nem? Igen, durva. Nekem ez egy légszondja. Ilyen bazeg, ilyen 80%-os széndioxid tartalom. Vegyél, mindjárt adom a kamerát. Verginix vesz egy videót, és egyszerűen olyan hihetetlenül tömegnyomorban, hogy nem igaz. A tavaly is sokkal jobb volt. Ja. Hát persze, akkor nem voltuk annyira, most ennek lehet az is az oka, hogy rengeteg új videót fasz. Na, akkor szerintem nem sokára megyünk kajálni, azt majd jelentkezem. Na, sziasztok! Itt állunk sorban az 50-es standjánál, éppen BF3-at akarunk venni, és itt van velem Ravlom. Szávasztok! Nos, és most egy rövid kis interjúra szeretnélek meginvitálni, így fordítom inkább. Szóval, mit gondolsz, milyen ez az idei Play-8? Hát, viszonylag jó, csak egy a baj ugye, hogyha valaki vásárolni akar, akkor megszoktam, mivel körülbelül 3 órán keresztül kell állnia. De egyébként viszonylag jó, az a baj, hogy még nagy a tumultus, de azon kívül tetszik az ötlet is, meg végülis azzal szoktam eljönni, hogy találkozok például veled, meg találkozok a ismerőseim. Ó, nagyon kedves vagy. Szóval figyelj, mire változtatnál mondjuk a jövő Easy Play-t? Hát abban, hogy az egész, körülbelül ezt az itteni területet, ahol most állunk, átalakítani egy ilyen 56-os standá, hogy itt lehessen vásárolni, mert legtöbb probléma vásárlással van. Tehát igazából semmi mással, mert hogy jó, hogy egy Xboxra jut 20 ember, de akkor is. Ez mondjuk igaz, hogy a rendőr az elég szar. Jó, rendben, hát köszi szépen, akkor... Nincs mit. Kavlom volt. Most hát üdvözlök mindenkit, ez a nap is véget ért. Itt vagyok Verginix-szal és Bodamesterrel, kicsit közel van. Így. Nos, és hát... Ja, persze, és Vágó Istvánnal. Most hát itt vagyunk a vonaton, hazafele menet, illetve most épp nem megyünk, ugye? De nem sokára elindulunk. Még a keletibe vagyunk még. Igen, Boda, még a keletibe vagyunk. Hát... Déli is olyan nagy, mint a kelet. Pedig zsáig lejön. Mi van? Hogy beszélsz? Na mindegy, egy kis véleményt mondnátok. Szóval... Kicsit bővebben esetleg. Nagyon szar volt. Oké, Verginix. Amúgy annyira nem. Nem mondtam. Tudtam, zsúfolt volt. Két és fél órás bőven állás. Nos igen, hát ez a két és fél órás be... Nem volt nagy város, de amúgy jó volt. Hát nem volt rossz. Máshol kéne legendezni szerintem. Hát igen. A szervezés is kicsit nincs. Hát rengeteg ember volt, és hát hatalmas sor. Mindenhol rengeteg sor volt. Jó, igen. Szóval nagyon sok sor volt, szegény Boda. Nagyon sok sor. Rengeteg sor volt, szegény Boda. Jó van, na. Fáradtok. Szegény Boda mennyit is? 2 órát állt a sorba. A... Volt 2 óra, mennyit oda? 2 órát állt sorba. Hol mentünk be 2? 3-ért.
És hát nem kapta meg. Nem kaptuk meg, úgy terveztük, hogy megveszünk, de... Nem volt rá elég idő, így is, hogy éppen elértük a vonatot. De... Ijeszges már! Mondjuk, igazából ott benne a sorban tök jó volt, mert csomóan tudták ki vagyok, és így tök jól beszélgettünk. Ja, találkoztunk is magyarra, a szomiszikkal. Nagyon jó fej volt mindenki, találkoztam Majkival. Igen. Meg Dravival. Rólam senki nem tudta. Meg találkoztunk Verginix-szel. Persze, nem tudta róla senki segíved, de azért autóra mert lépte. Igen. Szóval... Viszont valami random gyerek. Hát összességében annak jó volt, hogy barátokkal találkozunk, amúgy nem. Hát ennyi pénzt nem ért meg, amennyi... Ennyi erőből szervezhetünk volna mi magunk egy találkozót. Hát ja. De hát sajnos ilyen lett. Na, szerintem még majd az úton jelentkezek. Zink. Na, sziasztok! Vagyunk. Mink. Csó. Á, ez nem jött össze. Na mindegy, a lényeg annyi, hogy indulunk haza. Már egy ideje elindultunk. Hát már kb. 3 óra. Indulunk, hülye vagyok, úton már vagyunk. Balaton már késő van, látjátok, késő van. Nem csak alagút vagyunk, nyalagút. Szóval igen. Hát, fáradtak is vagyunk, Bona meg reklámoz az Apentát. Yeah. Mindig, minden esetben van nálam egy Apenta. De ne márkát! Jó, van egyé jó étvágyat, Boda. Na, szóval nem sokára hazaérünk. És majd de még egy elköszönést ott eszközölök, eszközölünk. Na, addig is sziasztok. Az én retardált kamerám meg. Nos, hát hazaérkeztünk, itt van egy Bodamester és a Verginix. És hát álljunk így a középén. Jaj, tökéletes. Na, itt kéne mondani igazából erről az egész napról. Összességében egy visszagondolva tetszett, bár ott volt egy kis idegeskedés, ugyanis hát a szervezés az elég ramacs volt. Viszont így... Az se igazából. Igazán szervezhették volna az útvaron is valamit, meg mondjuk két csalmatot. Persze, ez nem annyira ilyen, nem ilyen egyszerű. Hát, ja. A sorbanállások, kb. A felét kitette a sorbanállás. Na jó, hát akkor szerintem köszönjünk el gyorsan. Na, én köszönöm, ha. Csösz, te vendégszerep és csók.